A biztonsági helyzet nem néz ki jól, erről beszélt Orbán Viktor. Azt mondta, a háborút egyik fél sem nyerheti meg, béketárgyalásokat sürgetett. Az oroszok bekérették Németország moszkvai nagykövetét a titkos hangfelvétel miatt, orosz területre mért csapásokról beszéltek német katonák. Adottak a stabil gazdaságpolitika alapjai, erről is a miniszterelnök beszélt, 2024-ben magasabb fokozatra kapcsolhat a magyar gazdaság. És elindult az ingyenes sofőrképzés, buszra és teherautóra lehet jogosítványt szerezni, rekordszámú az érdeklődő. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! A közvetlen biztonsági helyzet nem néz ki jól, ezt mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. A miniszterelnök kifejtette, hogy az ukrán háborút senki sem nyerheti meg, sem Oroszország, sem a Nyugat, éppen ezért mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Úgy értékelte, hogy az egy évvel ezelőtt egyszerűbb lett volna, most ugyanis a katonai helyzet egyértelműen az oroszoknak kedvez. A kormányfő azt is kiemelte, Európát az a veszély fenyegeti, hogy az oroszok végül csak az amerikaiakkal lesznek hajlandóak tárgyalni, vagyis az egész európai biztonsági berendezkedés egy orosz-amerikai megállapodáson fog múlni. Európa nem tudja elkerülni, hogy újra felfegyverkezzen. Nem tudjuk, az amerikaiak meddig maradnak itt Európában, és saját erőből nem tudjuk megadni a biztonságot a magunk számára, ezért gyorsított hadipari fejlesztések zajlanak mindenhol, emelte ki Orbán Viktor. A miniszterelnök ugyanakkor emlékeztetett, a magyarok ösztönei jól működtek. A háború kitörése előtt 3-4 évvel mi megkezdtük a magyar hadipar történelmileg példátlan méretű fölépítését és fejlesztését, ezért mindenki előtt vagyunk 2-3 esztendővel. A politika részben az intuíciók világa, nem csak a törvényszerűségeké. A kormányfő a Magyarország szomszédságában dúló harcokról szólva kifejtette, teljesen nyilvánvaló, hogy azt a Nyugat nem nyeri meg az oroszokkal szemben. Ám ez fordítva is igaz, ezért egyetlen megoldás van, előbb-utóbb béketárgyalások lesznek. Azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország, amelyik azt mondja, az idő az oroszok oldalán van. Ezért nekünk érdekünk, hogy minél hamarabb lezáruljon ez a konfliktus. Nyugat-Európában az országok többsége sajnos úgy gondolja, hogy az idő a nyugat oldalán van, tette hozzá kiemelve. Ez egy érdekes gondolatmenet, ha az ember az Atlanti-óceán partján ül, de nem a Kárpát-medencében. A háború a mi nézőpontunkból, és most nem orosz és nem ukrán szemüveg van rajtam, hanem magyar, magyar szempontból az a kérdés, az orosz határ közelebb jön-e hozzánk, vagy nem. És hogyha ez folytatódik úgy, ahogy most folytatódik, akkor sajnos az idő nem a mi oldalunkon van, mert ez a határ az orosz katonai sikereknek köszönhetően folyamatosan közeledni fog a mi irányunkba. Ez teljesen ellentétes a mi érdekeinkkel. A kormányfő ugyanakkor arról is meg van győződve, hogy ezt egy módon lehet elkerülni, ha a Nyugat megpróbál egy béketárgyalásos helyzetet elérni, ami már nem is lesz olyan egyszerű, mint lett volna egy évvel ezelőtt, mert a katonai helyzet most teljesen egyértelműen az oroszok felé hajlik. Közben Európát az a veszély fenyegeti, emelte ki, hogy az oroszok végül csak az amerikaiakkal lesznek hajlandók tárgyalni, és az egész európai biztonsági berendezkedés egy orosz-amerikai megállapodáson múlik. Azt kell tehát mondom önöknek, hogy ez nem néz ki jól. Tehát az önök gazdasági tevékenységének közvetlen biztonsági környezete nem néz ki jól. Innen talán önök is megértik, hogy egyáltalán nem hazárdírozás, hanem az egyetlen éppelmű esély megjátszása Magyarország részéről az, hogyha Donald Trump elnök úr visszatérésére fogadunk. Csak egy új szereplő találhat kiutat, akinek nem volt része abban, hogy ez a háború kitört. Értékelt Orbán Viktor hozzátéve, az egyetlen esélye a világnak egy gyors békekötésre, egy politikai változás az Egyesült Államokban. A miniszterelnök az európai parlamenti választásokra is kitért. Hangsúlyozta, arra van szükség, hogy egy ideológia vezérelt baloldali kormányzás helyett jobboldali, a valóságot jobban tisztelő és a gazdaságpolitikát a válságból levezető politikai kurzus jöjjön létre Európában. Orbán Viktor a visegrádi országok együttműködéséről azt mondta, nem érdemes feladni, ahogy fogalmazott, még van benne valamennyi élet. De látni kell egy másik együttműködési lehetőséget a szuverenista államok között. Így könnyen lehet egy osztrák-magyar-szlovák-szerb együttműködés a következő időszakban, amely nem kiváltja a V4-et, hanem megjelenik mellette, összegezte a miniszterelnök.
Az orosz külügyminisztérium bekérette Németország moszkvai nagykövetét amiatt, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen német tisztek a krími híd lerombolásának lehetőségét elemezték. A Kreml szerint a katonák beszélgetéséből kiderül, hogy Berlin az orosz területre irányuló csapások terveiről tárgyal. A német védelmi miniszter közölte, az ügyészség vizsgálatot indíthat a szivároktatás miatt. Hétfő reggel az orosz külügyminisztérium épületéhez érkezett Alexander Lambsdorff, moszkvai német nagykövet. Bár Berlin szerint a találkozóban már korábban megegyeztek, az orosz tárca szerint ők rendelték be a nagykövetet egy nyilvánosságra került hangfelvétel miatt. Ezen német katonai vezetők elemezték, hogy hogyan lehetne a krími hidat Taurus rakétákkal úgy lerombolni, hogy az ne járjon következményekkel Berlin számára. Az orosz elnöki szóvivő hétfőn kifejezte reményét, hogy hamarosan megismerhetik annak a vizsgálatnak az eredményét, amelyet Olaf Scholz német kancellár jelentett be az ügyben. Dmitrij Peszkov szerint a felvételből kiderül, hogy a berlini katonai tárca az orosz területre irányuló csapások terveiről tárgyal. Természetesen még nem tudjuk, hogy a német haderő ezt saját kezdeményezésére teszi-e. Akkor az a kérdés, hogy mennyire irányítható a hadsereg, és mennyire ellenőrzi azt Scholz kancellár. Vagy ez a német szövetségi köztársaság állami politikájának része. Mindkét változat nagyon rossz, és ismét hangsúlyozza, hogy a nyugati országok közvetlen részesei az Ukrajna körüli konfliktusnak, fogalmazott a Kreml szóvivője. A német védelmi miniszter közölte, hogy az ügyészség vizsgálatot indíthat a kiszivárogtatás miatt. Boris Pistorius szerint a hangfelvétel, amelynek eredetiségét nem tagadta, félrevezető, a német katonai vezetők pedig csak a munkájukat végezték a támadás tervezgetésével. Szerintem a tisztek azt tették, amit kell, különböző forgatókönyveken gondolkodtak, anélkül, hogy ténylegesen terveztek volna valamit. Semmi kétségük sincs afelől, hogy a Taurus rakéták bevetését sem én, sem a kancellár nem engedélyezte volna. Az világos, hogy a tiszteknek a megbeszélések minden pontján egyértelmű volt. A háborúba való belekeveredés határát nem fogják átlépni, nyilatkozta a tárca vezető. Az Európai Unión belül egyre többen kongatnak vészharangokat Ukrajna miatt. Nemrég az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen mondta azt, hogy Európának fel kell készülni egy esetleges háborúra. Előtte pedig Emmanuel Macron francia elnök beszélt arról, hogy már nem lehet kizárni, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába. Az ukrán elnök egyelőre a lőszerszállítások fokozását sürgette. Ennek a háborúnak reménytelenné kell válnia Oroszország számára. Érezniük kell, hogy van egy erő, amely elpusztítja azokat, akik az életet akarják elpusztítani. Mi képesek vagyunk erre, mindegyik partnerünk tudja, hogy mire van szükség. A legfontosabb dolog a politikai akarat, hogy a szükséges szintű utánpótlást biztosítsuk. Ha ez nem történik meg, akkor az a történelem egyik legszégyenletesebb lapja lesz, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Egy ukrán tüzérségi egység viszont már helyben gyártott lövedékekkel támadja az orosz vonalakat Bahmut közelében. Bár nyugati lőszereik is vannak, azok utánpótlása egyre nehezebb az akadozó fegyverszállítmányok miatt. Kijev jelentések szerint tavaly az előző évhez képest 42-szeresére emelték az aknavetőkhöz való lövedékek gyártását Ukrajnában. Hétfőn az orosz védelmi tárca Su-34-es bombázók bevetéséről osztott meg felvételeket. Jelentésük szerint ukrán katonákra mértek csapást az orosz gépek a Donyeck megyei limán közelében, ahol egy parancsnoki állást semmisítettek meg. Kijevi beszámolók szerint a lakónegyedeket is rendszeresen érik légicsapások. Csak Zaporizsja megyéből mintegy 180 orosz támadást jelentettek egy nap alatt, de a herszoni és a donyecki régiókban is beszámoltak civil áldozatokról. Rendkívüli közgyűlés tartott az ENSZ a közel-keleti válságról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólalásában a magyar álláspontot ismertette. Ennek lényege, hogy soha többet ne fordulhasson elő hasonló terrortámadás. A konfliktus tovább terjedését meg kell akadályozni, a civileket meg kell védeni, a túszokat pedig szabadon kell bocsátani. A tárcavezető az M1-nek is nyilatkozott, azt mondta, Magyarországot aggodalommal tölti el, ami a közel-keleten történik. Izraeli katonák fésülik át Han Yunis Hamad nevű negyedét a gázai övezetben. A felvételeket az izraeli hadsereg tette közzé. Arról számoltak be, hogy katonáik körbezárták a városnegyedet, és rajtaütéseket hajtottak végre. Felszámolták a Hamas terrorszervezet fegyveres ellenállását, evakuálták a civil lakosságot, és letartóztattak mintegy 80 keresett személyt, akiket terrorista tevékenységben való részvétellel gyanúsítanak. Ők a civilek közé vegyülve próbáltak elmenekülni. Rajtaütés volt a ciszjordániai Ramallahban is. A razzia erőszakos zavargásokba torkollott, a palesztinok kövekkel és molotov koktélokkal dobálták az izraeli katonákat, akik lövésekkel válaszoltak. Egy 16 éves fiú életét vesztette.
Az izraeli erők emellett Rafahot is támadták. Találat ért egy 3 emeletes épületet, itt 4 halottat emeltek ki a romok alól. A libanoni határnál az izraeli Kiryat Smonában pedig a libanoni Hezbollah páncéltörő rakétája ölt meg egy vendégmunkást, további 4-et pedig megsebesített. A síta milícia fegyveresei egyre gyakrabban támadnak Libanonból izraeli célpontokat. Mi Magyarországon nagyon aggódunk a jelenlegi konfliktus miatt a Közel-Keleten, és minél tovább tart ez a konfliktus, annál nagyobb az aggodalmunk. Fogalmazott a magyar külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ rendkívüli közgyűlésén, amelyet a közel-keleti válságról tartottak. Szijjártó Péter felvázolta, hogy a magyar álláspont 4 pilléren nyugszik. Soha többé ne történjen meg az Izrael elleni terrortámadáshoz hasonló eset. A konfliktus továbbterjedését meg kell akadályozni, a civileket meg kell védeni, a túszokat pedig szabadon kell bocsátani. Egyben reményét fejezte ki, hogy a tűzszünetről szóló megállapodás még a muzulmán szent böjti hónap, a ramadán előtt megszülethet, mert félő, hogy a vallási időszakban fokozódhat a veszélye annak, hogy a feszültség az egész térségre átterjed. Hozzátette, a konfliktus továbbterjedése világháborús kockázattal jár. A miniszter arról is beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus rövid időn belül a 3. olyan nem gazdasági típusú válsághelyzet, amely a világgazdaság számára alapvető nehézségeket jelent. A közgyűlés előtt az M1-nek kifejtette, az első a koronavírus járvány volt, azt követte az orosz-ukrán konfliktus, most pedig az izraeli-palesztin viszály. Mi nem akarjuk azt, hogy egy újabb Európán kívüli biztonsági konfliktus az európai gazdaság számára jelentsen elképesztő árfelhajtó hatást. Úgyhogy ezért mi azt gondoljuk, hogy a nemzetközi közösségnek igenis éles lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a tengeri szállítás és maga a tengerhajózás szabadsága és biztonsága helyreálljon a Vöröstengeren és a környéken. A miniszter hozzátette, azáltal, hogy a jemeni húszik blokkád alatt és rettegésben tartják a világkereskedelem 1/6-ának útvonalat biztosító vízi szállítást a Suezi csatornán, a keletről Nyugat-Európába irányuló áruszállítás Afrika megkerülésével hatalmas pluszköltségeket ró a cégekre. Leszögezte, Magyarország elkötelezett abban, hogy állást foglaljon a béke, a diplomácia fontossága és egy folyamatos globális párbeszéd mellett. Ugyanakkor abban is elkötelezett, hogy állást foglaljon a terrorizmus bármiféle formája ellen a világban. Már a SuperCAD lázában ég az Egyesült Államok. Holnap egyszerre 15 államban tartanak előválasztást a republikánusok és a demokraták. A szavazás dönti el, hogy a két párt kit indít majd a november 5-i elnökválasztáson. Bár még nincs vége az előválasztásnak, szinte biztos, hogy a demokraták Joe Biden újraválasztását támogatják, a republikánusok pedig Donald Trump mögé sorakoznak fel. Újságírók egymás szavába vágva próbálták megtudni, milyen eredménnyel végződött Joe Biden évenkénti kötelező egészségügyi vizsgálata. Az egyik riporter azt kérdezte, van-e olyan aggasztó részlete az orvosi véleménynek, amiről az amerikaiaknak tudniuk kellene. Azt mondták, nagyon fiatalnak nézek ki. Nem, nincs semmilyen változás a tavalyi állapotomhoz képest, válaszolt Joe Biden. Az amerikai választókat azonban nem győzte meg az orvosi jelentés. Egyre többen vélik úgy, hogy Joe Biden állapota már nem megfelelő ahhoz, hogy betöltse az elnöki tisztséget. A felnőtt amerikaiak úgy gondolják, aggodalomra ad okot Joe Biden elnök életkora. A 81 éves Joe Bidenről 10 megkérdezett közül 6-an azt mondták, nem bíznak az elnök mentális képességeiben. Ez azért érdekes, mert 2022-ben még csak a megkérdezettek fele gondolta így, mondta az elemző. Joe Biden közben az egyetlen olyan jelölt, akit a demokrata párt komolyan támogat a november 5-i elnökválasztáson. Az amerikai politikai szokásjog alapján, ha hivatalban lévő elnök úgy dönt, elindul az újraválasztásáért, akkor megkaphatja az újraválasztás esélyét. Az is szokásjog, hogy az előválasztáson ugyan vannak ellenfelei, de nem indulnak igazán esélyes ellenfelek az elnökjelöltség elnyeréséért.
A hét végén Joe Biden újabb elszólása bizonytalaníthatta el ismét a szavazókat. Az amerikai elnök épp Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt fogadta a Fehérházban, amikor összekevert két háborús övezetet. Az elkövetkező napokban Jordániához hasonlóan mi is élelmiszer segélyeket dobunk majd le légi úton Ukrajnában, mondta az amerikai elnök, miközben az Egyesült Államok Gázában dobott le segélyeket. Közben a demokrata és a republikánus párt is a szuperkedre, azaz az előválasztás következő március 5-i megmérettetésére készül. 15 államban egyszerre tartanak majd szavazást. Donald Trump volt amerikai elnök eddig Washington kivételével mindenhol legyőzte ellenfelét, Nikki Haley-t. 1215 küldött szükséges a jelölés elnyeréséhez, Donald Trump pedig 244, Nikki Haley 43 küldöttet tudott maga mellé állítani, vagyis a korábbi elnök fölénye óriási. Elemzők szerint a szuperkedi szavazás után Donald Trump ellenfele, az egykori amerikai ENSZ nagykövet kiszáll a versenyből. Hosszú idő óta az egyik legkisebb téttel bíró szuperked lesz a mostani, erről beszélt az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a ma reggelben. Koskovics Zoltán szerint Donald Trump tovább menetel az elnökjelöltség felé, miután a hétvégén Michigan, Missouri és Idaho államokban is a volt elnök nyerte a republikánus párt hétvégi előválasztásán. Választási értelemben nagy tétje nincs, hiszen már így is úgy is eldőlt, hogy ezt a versenyt hagyományos értelemben Donald Trump fogja nyerni. Annyi értelme lehet, hogy ennek következtében tényleg lehet, hogy Nikki Haley most már kiszorul az előválasztásokból, így hivatalosan is eldöntnek mondhatjuk azt a kérdést, hogy ki lesz a republikánusoknak az elnökjelöltje, gyakorlatilag már így is eldölt, hogy Donald Trump lesz az. Pénteken találkozik Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumppal Floridában, erre hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter kiemelte, az amerikai elnök személyéről csak az amerikaiak dönthetnek, de az tény, hogy amikor Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke, akkor voltak csúcspontján a magyar-amerikai kapcsolatok. A tárcavezető szerint, ha az elmúlt években is Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor most nem lenne háború a szomszédunkban, és a közel-keleti válságot is gyorsabban megoldották volna. Mi nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogyha a világ egy békés hely lenne, és hogyha a magyar-amerikai kapcsolatok jól alakulnának az elkövetkezendő időszakban. Most mind a békének, mind a jó magyar-amerikai kapcsolatoknak a neve Donald Trump nevével egyenlő. Tehát nyilvánvalóan figyelni fogjuk a szuperkeddi eseményeket majd a holnapi nap folyamán, és hát majd a pénteken miniszterelnök úr találkozik itt Floridában, hát itt szóval majdnem itt, Floridában, Donald Trump elnök úrral, amikor már azt hiszem, hogy hát ha matematikailag nem is, de politikailag már egy eldöntött helyzet elképzelhető a republikánus elnök jelölt személye szempontjából. Orbán Viktor tudja, mit csinál, az ilyen embereket nehéz elmozdítani, erről beszél egy kiszivárgott videóban az egykori NATO főparancsnok Wesley Clark. Szó szerint úgy fogalmaz, Orbán Viktor egy okos fickó, 30 éve van a politikában, tudja, hogy mit csinál. Egy korábban napvilágot látott felvételen az egykori főparancsnok azt is elismerte, hogy többször is megpróbáltak beavatkozni a magyar belpolitikába. Viktor Orbán, he's a smart guy. Orbán Viktor egy okos fickó, 30 éve van a politikában, tudja, hogy mit csinál. Ezt mondja a magyar miniszterelnökről a baloldalnak kampánypénzeket gyűjtő Action for Democracy kuratóriumi tagja, azon a videón, amely az X nevű közösségi oldalon szivárgott ki. A korábbi NATO főparancsnokat titokban rögzített felvételen Orbán Viktort nehéz ellenfélként emlegeti, akit szerinte nehéz elmozdítani. Bár a demokrata párti amerikai vezetés úgy tesz, mintha a magyar kormányt csettintésre lehetne megrendszabályozni, Orbán Viktort komoly ellenfélnek tartják, aki az amerikai konzervatív körökben rendkívül népszerű. Ezt írja a videóról a Mandiner. A portál szerint, mivel a magyar kormányfő és Donald Trump jó kapcsolatot ápol, és mindketten a háború lezárását, valamint tűzszünetet sürgetnek, közösen keresztül húzhatják a háborúpárti baloldal számításait. Csak hogy, ahogy a Mandiner fogalmaz, a baloldal részéről Wesley Clark egyértelműen elismeri, hogy gyakorlatilag tehetetlenek Orbán Viktorral szemben. Orbán is a big
Orbán Viktor Egyesült Államokbeli népszerűségéről az egykori NATO főparancsnok több olyan videóban is beszélt, amelyből kiderült, külföldről próbálhattak meg beavatkozni a magyar belpolitikába. Az egyiken Wesley Clark például arról van, hogy a republikánus párt még a programját is a magyar kormányfőhöz igazítja, ami nem tetszik a demokratáknak. The conservatives model their program after Orbán. Because Orbán. Egy másik, szintén az interneten terjedő felvételen a politikai aktivista Erik Koch ismeri el, hogy egyik megbízása arról szólt, hogy az Egyesült Államokban lejárató kampányt szervezzen a magyar miniszterelnök ellen. To muddy him up in the United States, at least. Az volt a dolgom, hogy besározzam, mert a konzervatív oldalnak ő egy kultikus hős, mondja a videón Erik Koch. Az aktivista egyébként egyike azoknak, akik Wesley Clarkhoz hasonlóan együttműködtek a baloldalnak több milliárdnyi kampánypénzgyűjtő Action for Democracy nevű szervezettel. Az NGO-ról ugyanezen a felvételen éppen Erik Koch az, aki elismeri, támogatásuk valójában egy-két adományozótól származik, akik közül az egyik Soros György. Az Action for Democracy adománygyűjtése miatt azután robbant ki botrány, hogy feloldották azt a titkos szolgálati jelentést, amelyet itthon a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek. Az elmúlt hetekben emellett több olyan videó is felkerült az X nevű közösségi oldalra, amelyeken az Action for Democracy vezetője és tanácsadói maguk beszélnek arról, hogyan is működik a szervezet. For years we interfered in the Italian elections. Évekig beavatkoztunk az olasz és a görög választásokba, ismeri el az egyik felvételen Wesley Clark, akitől beszélgető partnere ezután azt kérdezi, hogy Magyarországon is így tettek-e. Hungary, sure. Erre a volt NATO főparancsnok egyszerűen azt feleli, persze, Magyarországon is. Gendersemleges kifejezéssel helyettesítenék a hollandok az anya szót a népesség nyilvántartásban. Az ügyvévő kormány átfogó törvényjavaslatában a szülő, akitől a gyermek született kifejezést használnák az anya helyett. Az indoklás szerint a módosítás összhangban áll az anyakönyvi rendelet 2022-től érvényes kiigazításával, amelyben a kormány kivételt fogalmazott meg a gyermeket vállalók közül azoknak, akik még rendelkeznek a nő biológiai jellemzőivel, de jogilag már férfiként jegyezték be őket. Nyilvánvalóan az a cél, hogy az a fajta gondolkodás, ami a nyílt társadalomból ered, tehát ez a Karl Raimund Popperhez köthető, de egyébként a Soros György által fenntartott hálózat is képvisel, miszerint töröljünk el minden határt, tehát mindig kritizáljuk és kérdőjelezzük meg a fennálló rendet, mindig támadjuk azt, ami éppen hagyományosan fennáll, ilyen mondjuk a nemzeti közösség, a családi közösség, és ezeknek a határait próbáljuk eltörölni, az egy politikai program, az egy valós létező kulturális és politikai program. Európa szerte magyar bárányhús kerül az ünnepi asztalokra, a hazai tenyésztők már felkészültek a szezonra, nem sokára jönnek a részletek, de előtte lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Rendőrkézre került Európa egyik legkeresettebb bűnözője, egy kábítószerkereskedő 3 év után önként adta fel magát. És 3 méternyi hó esett Észak-Olaszországban, egy alagutat teljesen elzárt, a hótorlasz, embereket is ki kellett menteni. Adottak a stabil gazdaságpolitika feltételei, erről is a miniszterelnök beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Orbán Viktor optimistán tekint az előttünk álló 2 évre. A kormányfő úgy fogalmazott, lát esélyt arra, hogy 2024-ben feljebb kapcsoljon a magyar gazdaság. A fórumon felszólalt a pénzügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter is. Varga Mihály azt mondta, az Európai Bizottság és a hitelminősítők véleménye is az, hogy a magyar gazdaság idén fokozatos lendületet vesz, jövőre pedig a növekedés az egyik legmagasabb lesz az Európai Unióban. Az Európai Bizottság téli jelentése a várható gazdasági kilátásokról számolt be néhány hete. Ebből kiderült, élénkülni fog a magyar gazdaság 2024-re 2,4, 2025-re pedig már 3,6%-os növekedés várható. A jelentés az infláció alakulására is kitért, ez alapján idén 4,5%-ra, 2025-ben pedig már 4,1%-ra esett vissza a pénzromlás.
változás. A nehezén lassan túl vagyunk. A magyar gazdaság túl van a nehezén, jelentette ki a pénzügyminiszter a gazdasági évnyitón. Varga Mihály úgy fogalmazott, a kormány intézkedéseinek köszönhetően már az Európai Bizottság is úgy látja, 2025-ben a magyar gazdasági növekedés lesz az egyik legmagasabb az EU-ban. A magyar kormány iránt elfogultsággal nem vádolható. Európai Bizottság is legutóbbi téli jelentésében ugye azt fogalmazza meg, hogy a gazdaság fokozatosan lendületet vesz az idei évben, 25-ben pedig már a magyar gazdasági növekedés lesz, mondjuk azt az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Ezt az Európai Bizottság mondta, és ez egybeesik egyébként több hitelminősítőnek és nemzetközi intézménynek a véleményével. A gazdaság helyreállítása a lakossági és vállalati óvatosság enyhülésén is múlik. Erről már a nemzetgazdasági miniszter beszélt. Nagy Márton elmondta, a kedvező körülményeknek köszönhetően fokozatos, idővel gyorsuló ütemű gazdasági helyreállítással lehet számolni. A fogyasztás helyreállítása zajlik óvatosan, pozitív tendenciával. Belgazdaság újraindítása zajlik, látjuk, hogy jó irányba megyünk, fokozatosan megindult. A magas exportaktivitás fenntartása, ez egy kihívás, ez egy challenge. Itt oda kell figyelnünk sokkal jobban a külpiacainkra, főleg járműipar akkumulátor. A nemzetgazdasági miniszter úgy számol, hogy a magyar gazdaság főbb mutatói 2026-ra állhatnak helyre teljes mértékben. Én a magam részéről optimista vagyok az előttünk álló két év gazdaságpolitikáját illetően. A stabil gazdaságpolitika feltételei adottak, szögezte le beszédében a miniszterelnök, majd emlékeztetett, 2020-ig a dolgok egyenes, sikeres emelkedési pályán haladtak, azonban jött a Covid-járvány és az orosz-ukrán háború. A kormányfő elmondta, bár vissza kellett kapcsolni, de ez nem törte meg a gazdaságot, 2024-ben így nagyobb lendületet tud venni. Azért vagyunk erre képesek, mert a 2020 és 24 közötti válság nem zúzta össze, nem törte össze a magyar gazdaságot. Emlékezzünk rá, hogy korábbi gazdasági válságok vagy pénzügyi válságok azért voltak súlyosak, mert olyan mértékű reálgazdasági leromlással jártak együtt, hogy az ember úgy érezte, hogy állandóan mindent vagy semmit játszik. Most, ha megnézzük a gazdaságunk megtorpanását 2020 és 24 között, akkor azt látjuk, hogy a reálgazdaság tulajdonképpen nagyobb baj nélkül túlélte ezt az időszakot. Ennek pedig két oka van, folytatta a miniszterelnök. Az egyik, hogy a magyar vállalkozók nagy része tőkeerős helyzetben volt, a másik pedig, hogy a nyugatot majmoló gazdaságpolitika helyett világgazdasági kapcsolatrendszerben kezdett gondolkodni a kormány. Miközben a nyugat megbotlott, aközben a keleti lába a gazdasági kapcsolatrendszerünknek továbbra is virágzott. Amikor a nyugatiak nem tudnak beruházni, nézzék meg az elmúlt négy év számait, akkor a keleti beruházások nőnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján elhangzott a kormány célja, hogy a következő 3-4 évben ismét 3% alá kerüljön az államháztartási hiány. Idén 4,5%-ot céloztak meg, jövőre 3,7%-ot, és 2026-ban csökkenhet 2,9%-ra a mutató. Orbán Viktor rámutatott, hazánk ezzel egy évvel hamarabb teljesíti az Európai Unió elvárásait, így elkerüli a retorziókat és a szankciókat. A Momentum úgy reagált a miniszterelnök gazdasági évnyitón mondott beszédére, hogy a kormányfő által felvázolt szempontok nem érvényesülnek, a legfontosabb prioritások közül az oktatást hiányolták. Magyarország az Európai Bizottsághoz fordul a német gáztranzit díj emelése miatt, jelentette be az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba azt mondta, hazánk Csehországgal, Ausztriával és Szlovákiával együtt felkéri az uniós testületet, hogy tegyen lépéseket az ügyben, mivel a német tranzit díj nehezíti ezeknek az országoknak a hozzáférését a nyugati gázimporthoz, és ezzel sérti az unió szolidaritás elvét. Németország még 2022-ben vetett ki külön adót a gázszállításra, amit azóta nagyjából a háromszorosára emelt, legutóbb januárban. Egy olyan kvázi vámot rakna az onnan származó gázimportra, ami egyszer megemelné a költséget, és versenyképtelenné tenni a magyar ipart, ahogy nem csak a magyart, hanem a szlovákot, meg az osztrákot, és nem indokolja semmilyen olyan költségtényező, amivel ez pusztán bevételszerzési, a költségvetési bevételszerzési törekvés a németektől.
több óvodában is dolgozhatott az az újbudai férfi, akiről a Magyar Nemzet vasárnap írta meg, hogy munkája során kisgyermekeket zaklathatott. Sajtóhírek szerint bár már korábban is érkezett panaszra, úgy tudni, hogy azért nem távolították el, mert az anyja fontos pozícióban dolgozik a baloldali önkormányzatnál. Az újbudai óvodai dolgozó ügyében a rendőrség most szexuális kényszerítés gyanújával nyomoz. 2018 óta dolgozott ebben a 11. kerületi óvodában az a férfi, akit a sajtó vasárnap óta csak újbudai pedofilként emleget. A balliberális önkormányzat által fenntartott intézmény óvodai asszisztenséről a Magyar Nemzet írta meg, hogy az intézmény egyik mosdójában szexuálisan zaklathatott egy kisgyermeket. A lap szerint bár egy kisfiú szülei korábban jelezhették a problémát az óvónőknek és az intézményvezetőnek, ez idáig nem történt semmi. Úgy tudni, sokáig azért nem mertek fellépni ellene, mert a férfi édesanyja a baloldali vezetésű helyi önkormányzatnál dolgozik. A Magyar Nemzet most arról is ír, hogy a pedofil férfit nem csak nem rúgták ki azután, hogy panaszt tettek ellene, hanem áthelyezték egy másik intézménybe. Az óvodai dolgozó ugyanis legalább két az újbudai önkormányzat fenntartásában álló intézmény munkavállalója lehetett. A rendőrség végül február végén rendelt el nyomozást. Az óvodai asszisztenst kiskorú sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. A nyomozásban egy 26 éves férfit gyanúsítottként hallgattunk ki, a kihallgatás végén a férfit őrizetbe is vettük. A budapesti rendőrfőkapitányság 11. kerületi rendőrkapitánysága kezdeményezte a férfi letartóztatását az ügyészség felé, amelyet a bíróság azóta elrendelt. A híradó értesülése szerint a férfit mentális állapota miatt az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben tartják fogva. Az óvodai asszisztens letartóztatása egy hónapra szól. A fővárosi főügyészség szóvivője az M1-nek arról beszélt, ez idő alatt a bűncselekmény minősítése és a büntetési tétel is súlyosbodhat. Jelenleg a gyanúsítás tárgyát képező cselekményt a törvény 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti, amennyiben ez esetleg súlyosabban minősül, majd a nyomozás későbbi részében akár 20 évig terjedő szabadságvesztés is szóba jöhet. A baloldali kormányok idején az utcákon jártak a pedofilok, a jobboldali kormány Rács mögé küldi őket. Erről néhány napja a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára írt a közösségi oldalán. Rétvári Bence hétfőn azt is közölte, idézzük, ma 8-szor annyi pedofil ül börtönben, mint a baloldali kormány idején. A pedofil ügyek felderítését és megelőzését szolgálja az a gyermekvédelmi szigorítás is, amely péntek óta hatályos. Eszerint a gyermekvédelmi intézmények vezetői és helyetteseik kizárólag egy részletes pszichológiai vizsgálat után láthatják el feladataikat. A vezetési és személyiségi kompetenciák, az indulat és stresszkezelés, a terhelhetőség és a felelősség tudat elemzése mellett a kóros függőségek és az öngyilkosságra való hajlam vizsgálata is szerepel a mentális állapot felmérésben. A szigorítás egyik legfontosabb kitétele pedig az, hogy a gyermekvédelmi intézmények vezetőinél és helyetteseiknél minden esetben vizsgálják majd a szexuális devianciákat is. Kötelező lesz a gyermekvédelmi intézmények pszichológiai alkalmassági vizsgálata, ezt már a Belügyminisztérium közölte. Azt írják, a rendelet az állami intézmények esetében a gyermekotthonok vezetőire, a nevelőszülői hálózatot működtető intézmények vezetőire és szakmai vezetőire, valamint a javítóintézetek igazgatóira és otthonvezetőire vonatkozik. Hozzáteszik, a nem állami fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetőinek vizsgálatához törvénymódosítás szükséges, amelyet a kormány hamarosan beterjeszt az országgyűlésnek. A legfőbb ügyész indítványozta Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség közölte, a rendelkezésre álló adatok szerint 2019. augusztusában a BKV egyik tenderénnyertes cég képviselője 40 millió forintot adott át Molnár Zsoltnak. Hozzátették, Polt Péter a befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt a központi nyomozó főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt az országgyűlés elnökénél a mentelmi jog felfüggesztésére. Molnár Zsolt azt közölte, visszautasítja a nemtelen támadásokat és áll a vizsgálat elébe. Gyanús, túlárazott szerződések miatt többször próbálták elérni az első kerület kormánypárti képviselői, hogy az önkormányzat jogi és pénzügyi átvilágításon essen át, mindeddig hiába. Erről beszélt a kerületi Fidesz elnök az M1-en. Böröc László azt mondta, önkormányzati döntés is van a belső vizsgálat elrendeléséről. Karácsony Gergely pártársa, Vénaszályi Márta polgármester azonban megvétózta a végrehajtást. A Fidesz helyi csoportja most büntető feljelentést tesz.
18 millió forintból tulajdonképpen egy 9 millió forint az egyszer valahova eltűnt, a kerületiek zsebéből valaki kivette. Így reagált az M1-en az első kerületi Fidesz elnöke arra a korrupciós botrányra, ami a budavári önkormányzat vezetőjéhez, Bénaszályi Mártához köthető. Az Index.hu múlt héten közölt cikkében először arra világított rá, hogy számos első kerületi céget ebbe az Országház utcai műemléképületbe költöztetett be a Bénaszályi Márta vezette önkormányzat. A költözés pedig több mint 1 milliárd forintba került. A lap bemutatott egy nyilvánosan elérhető szerződést, amiből az derül ki, hogy egy Officium irodafejlesztő ZRT nevű cég előbb több 10 millió forintért egyedi bútorokat szállított az épületbe. Majd a Vénaszályi Márta, Karácsony Gergely pártársa vezette önkormányzat, később a beléptető rendszerek kiépítését és 3 évre a karbantartását is rájuk bízta, amiért jóval a piaci ár feletti összeget fizettek. A teljes szerződés értéke csaknem 18,5 millió forint. Majd ezek után az eszközbeszerzést is jelentősen túlárazhatták Bénaszályi Mártáék. Munkaerő nyilvántartó rendszert a piaci ár másfélszereséért, kamerákat pedig kétszeres áron szereztek be. Azt látjuk, hogy a polgármester asszonyok titkolóznak. Börösz László kiemelte, az első kerületi testület kormánypárti képviselői azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatot egy teljes pénzügyi és jogi átvilágításnak vessék alá. Az elmúlt egy évben azonban Vénaszályi Márta ezt sorozatosan megakadályozza. Próbálták jogi eszközökkel ezt elhúzni. Tehát meghozta a döntést a testület, meghozta a döntést az illetékes bizottság, a polgármester pedig megvétózta. Ami azért egy elég érdekes szituáció. Majd azt mondta, hogy ez egy belső vizsgálat, ezt törvénytelen lefolytatni. Úgy, hogy ők 2019-ben 20 millió forintot költöttek egy ugyanilyen vizsgálatra, amivel egyébként nem jutottak semmire, hiszen akkor már a hírekből értesültünk volna erre. Most azt mondja, hogy ezt a vizsgálatot nem lehet lefolytatni, amit ők lefolytattak 2019-ben. Azóta pedig egyszerűen nem hajtja végre a testület döntését. A Fidesz első kerületi elnöke azt is elmondta, a túlárazott szerződések és a cégek megkérdőjelezhető áttelepítése mellett más korrupciógyanús ügyek miatt is várják Vénaszályi Márta válaszát. Így például a Russform cukrászda ügyében, ahol többek között hivatali visszaélés és hűtlen kezelés merülhetett fel. Valamint a Vári Puncs BT esetében is. A cég ugyanis 3 éve úgy generál több 100 millió forintos bevételt, hogy egy forint bérleti szerződést nem fizet az önkormányzatnak. Már több mint 8,5 ezeren jelentkeztek az ingyenes sofőrképzésre országszerte. A kormány március 1-től indított egy olyan programot, amelyben az érdeklődők ingyen szerezhetnek C, C plusz S vagy D kategóriás vezetői engedélyt. A költségek 30%-át ugyan be kell fizetni, ezt azonban a jelentkező visszakapja, hogyha egy éven keresztül itthon vállal munkát a szektorban. A támogatással a sofőrhiányt szeretnék enyhíteni. Oldaltávolságra koncentrálunk. Közben figyeljük a tükröket. Jól ismeri ezeket a szabályokat a legtöbb autóbuszvezető tanuló. Ez a zalaegerszegi fiú hetek óta gyakorol, sofőr szeretne lenni. Egy ilyen családi tradíció, ez a buszsofőrállás, és tulajdonképpen nagyapám különjárattal foglalkozik, és majd idővel szeretném átvenni a vállalkozást. Hozzá hasonlóan egyre többen jelentkeznek ilyen tanfolyamra. Csak idén már 45-en végeztek, ők teherautóra és autóbuszra szereztek jogosítványt. Egyre inkább igény ez az online képzés, az alapképzés online képzés van. Utána egy vizsga, számítógépes szebes vizsga, és kezdődik a vezetés. Gyakorlati vezetés, ez különböző óraszám, 22-30-36 óra egy autóbuszvezetőnél. Amikor ezt levezették, akkor elmennek vizsgázni. A tanfolyamoknak azonban borsos áruk van. Ezek a jogosítványok 6-700 ezer forintba is kerülnek. Ezekhez ad most támogatást a kormány. Az ingyenes sofőrképzési program márciustól indult. C, C plusz E, valamint D típusú jogosítványt szerezhetnek a résztvevők, azaz egyebek mellett buszsofőrként és árufuvarozóként dolgozhatnak később. A programra magyar állampolgárok jelentkezhetnek, követelmény az alapfokú végzettség, a B kategóriás jogosítvány, több kategóriánál életkori határ van, és egészségügyi alkalmasságot is vizsgálnak. A tanfolyam díj 30%-át mindenkinek be kell fizetnie, cserébe azonban, ha a jelentkező egy évig itthon vállal a munkát a szektorban, visszakapja ezt az összeget. Az érdeklődés hatalmas, néhány nap alatt 8,5 ezren jelentkeztek a programra. A személyszállítás és a teherszállítás területén magasabbak az átlagkeresetek, és ezáltal vonzóvá válnak ezek a
ezek a munkakörök, amivel ugye a képzést követően el tudják foglalni a megfelelő munkáltatónál a munkahelyüket. Várja már a leendő sofőröket ez a szegedi cég is. Ők belföldi és nemzetközi árufuvarozással foglalkoznak. Nagy szükségük van a szakképzett dolgozókra. Találkozunk a fluktuáció jelenségével, attól függően, hogy 3,5 tonna alatti vagy feletti teherfuvarozásról beszélünk. 3,5 tonna felett jelentős ez a probléma, nap mint nap küzdünk mi is vele. Nagyon kevés a jó, releváns szakmai tapasztalattal rendelkező sofőr kollega, és nagyon jó ajánlatokat kapnak különböző ugye versenytársai. Így aztán nehéz megtalálni a közös pontot. Magyarország stratégiai ágazata a szállítás és a logisztika, ezért különösen fontos ez a program. Segítségével nőhet a foglalkoztatottság és csökkenhet a munkaerőhiány, ez pedig jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Magyarország számára egy lökést adhat abban a tekintetben, hogy még jobban be tudjon kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, és még jobban be tudja tölteni a híd szerepét kelet, illetve nyugat között. Nem csak itthon, Európa más részein is súlyos problémát jelent a sofőrhiány. Becslések szerint összességében 400 ezeren hiányoznak a közutakról. Szakemberek úgy számolnak, ha nem lesz változás, 2028-ra 750 ezer állás maradhat betöltetlen az ágazatban. Felkészültek a hazai juhtenyésztők az idei húsvétre. A magyar bárány iránt hatalmas a kereslet külföldön, ugyanis kiváló a minősége. Az itthon nevelt állatok 95%-a exportra kerül, a legtöbb Olaszországba, de idén más országokból is felmerült az igény. Az ünnep ugyanis egybeesik a ramadánnal. A hátunk lévő bárányok januárban születtek, húsvéti piacra készítjük őket. 350 bárány született évelején ebben az uszódi gazdaságban. Az állatok súlya most 15 kiló körül van, ha elérik a 30-at, már viszik is el őket. Mindet lefoglalták húsvétra. Két hét múlva jön a kamion, ami a Bács-Kiskunvár megyei településről Olaszországba szállítja a jószágukat. A magyar bárányok iránt nagy a kereslet külföldön. Európában szinte egyedülálló, az egész Európai Unióban a magyar karkasz közvetlenül ott van a spanyol báránykarkasz után, és minőségben ezt a rózsaszín húsminőséget ezt szinte sehol nem tudják. Ez köszönhető annak, hogy a bárányokat zárt tartásban, hodályban neveljük, ezáltal szép rózsaszín marad a húsuk. Éppen ez a prémium minőség az, amit most meg is fizetnek a felvásárlók a gazdák legnagyobb örömére. Az élő állat kilójáért 2000 forintot adnak, ami jónak számít. Kedvező kilátásokkal indul az idei húsvéti szezon a hazai juhtenyésztők számára. Európában ugyanis növekszik a kereslet a juh- és bárányhús iránt. Folyamatosan teszik a tálcákra a húsokat ebben a somogyi üzemben. Itt azt mondják, a báránygerinc a legízletesebb, ezért ebből adják el a legtöbbet. Évente 25 ezer bárány dolgoznak fel itt, ennek jelentős részét ezekben a hetekben. Svájcba 10 éve szállítunk, hétről hétre. Már megkaptuk a húsvéti időszak rendeléseket, jelentős növekedés, és olyan minőségű, súlykategóriájú bárányt is húsvét karácsony időszakban rendelnek, amit egyéb időszakban nem. Horvátország, Ausztria, Németország, Csehország, Szlovénia. Az itthon nevelt állatok 95%-a kerül exportra, túlnyomó részt Olaszországba. Ott a katolikus hagyományok és a gasztronómiai szokások miatt kedvelt étel a bárány. Ám a március 10-től április 8-áig tartó ramadán most növeli a keresletet más országokba is. Mintegy 600 ezer bárány hagyja el ilyenkor az országot ebben az időszakban, de most a ramadán is egybeesik ezzel, és Európában, ahogy jött a muszlim vallások száma, így ez a húsféleségnek a kereslete is megnőtt, illetve a Közel-Keleten is egyre inkább ez a húsféleség divik, és a minőségi magyar bárány, ami nagyon jó minőségű, nagyon jó árban lehet előállítani. Hiány van a piacon, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdák kétszer ennyi állatot is el tudnának adni a szakember szerint. Ami pedig a hazai fogyasztást illeti, van még mit javítani, hiszen a magyar emberek többsége csak húsvétkor és karácsonykor eszik bárányhúst.
Egyre népszerűbbek a kempingek és a közösségi szálláshelyek, ez derül ki a legfrissebb adatokból. A kempingekben 70%-kal nőtt a forgalom, még a közösségi szálláshelyeken 2,5-szer annyi a foglalás, mint 3 évvel ezelőtt. Éppen ezért sok fejlesztés is elindult. Modern, mindennel felszerelt szobák, jacuzzi, a teraszról pedig páratlan kilátás a Dunakanyarra. Ebben a dömösi kempingben ilyen faházakban pihenhetnek a vendégek az év bármely napján, ugyanis itt egész évben szezon van. Egy kiemelt kiránduló helyen közelében vannak az apartmanjaink, de természetesen pont ennek megfelelően a tavasz és az ősz a legfrekventáltabb időszak, de ugyanakkor nem panaszkodhatunk, mert gyakorlatilag egész évben a hétvégéket meg tudjuk tölteni vendégekkel. A fa és modernebb mobilházaktól a sátorhelyekig számtalan lehetőség közül válogathatnak a hazai kempingbelátogatók. Folyamatosan fejlesztik ezt a hajdúszoboszlói kempinget, most a vizes blokkokat és a konyhát korszerűsítik. Jövőre bővíteni is fogják, hiszen egyre több turista dönt úgy, hogy kempingben száll meg. A faházakban, lakóautókban, sátrakban 8-900 ember tudnak egyszerre fogadni. Tavaly többször is teltházzal üzemeltek. Évről évre egyre népszerűbb, elsősorban egyébként a külföldi vendégeket figyelembe véve, a kemping teljes létszáma tekintve egy olyan 85%-ra tehető a külföldiek aránya. Ebből 85%-ban rengeteg külföldi, tehát 33 nemzet fordult meg egyébként a tavalyi év folyamán a kempingünkbe. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ legfrissebb adatai szerint ugrásszerűen megnőtt mind a kempingek, mind a közösségi szálláshelyek forgalma az elmúlt években. Míg 2020-ban 1,1 millió vendégészakát töltöttek az utazók kempingben, ez a szám 2023-ban meghaladta az 1,9 milliót, ami 70%-os növekedést jelent. A közösségi szálláshelyeken pedig a kempingeknél is dinamikusabban nőtt a forgalom, 3 év alatt csak nem a 2,5-szeresére emelkedett, és az utazók tavaly már 2,7 millió vendégészakát töltöttek ilyen szálláshelyeken. Ma már azért a minőségi igények mások, és ennek meg tudunk felelni egyrészt. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy Magyarország rendkívül vonzó úti cél, hiszen árértékarányban is jók vagyunk, biztonságos a környezet, és rengeteg élménnyel várjuk az ide látogatókat. Szakértők szerint ennek köszönhetően 2024 ismét rekord közeli évet hozhat a turizmusban. 3 milliárd forint keretösszeggel hirdett meg 3 pályázati felhívást a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Potepi Árpád János azt mondta, az Együttműködő Nemzet Program, az Együttműködő Nemzet Diaszpora Program és a Kárpát-medencei Testvértelepülési Program pályázatainak benyújtási határideje április 3-a. Hozzátette, a nemzetpolitikában folyamatos az építkezés, és ez mindenki javára vált, mert kiszámítható. Az elmúlt években a magyar közösségek a Kárpát-medencében és a diaszporában egyaránt számíthattak ránk, és mi is számítunk nyilván a magyar közösségekre. Egységes nemzet akkor van, hogyha egységes, illetve erős a magyarországi magyarság, Kárpát-medencei magyarság, és erős a diaszpora magyarsága is. Ezt a nemzetegyesítő munkát a továbbiakban is szeretnénk folytatni, így 2024-ben is. Bélyegblokk és alkalmi boríték kibocsátásával köszönti az idén 50 éves Edda Művek Együttest a Magyar Posta. A Magyar Posta alelnöke azt mondta, az Edda Művek nem csak egy zenekar, hanem egy olyan kulturális jelenség, amely évtizedek óta formálja, inspirálja a magyar zenei életet. Hozzátette, a fekete sorszámú perforált bélyegblokk 40 ezer példányban, a piros sorszámú vágott változat pedig 4 ezer példányban lesz kapható. A Magyar Posta büszke arra, hogy bélyegen örökítheti meg az Edda Művek 50 éves sikerét, és ezzel hozzájárulhat értékeinek közvetítéséhez. A rock klasszikusok sorozat újabb darabja ez a bélyegblokk és az alkalmi boríték, amelyet most bemutatok önöknek, és ez nem csak egy zenekarról szól, hanem egy korszakról is, amely egy egész országot, közöttük engem is megérintett és megváltoztatott. Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt az a magyar kábítószer kereskedő, aki a napokban önként feladta magát a rendőrségen. Társaival a vád szerint kilószámra termelte és árulta a marihuanát, amellett kokainnal is kereskedtek. A debreceni bűnszervezet 10 tagja már rács mögött van, egy dílert viszont még mindig keresnek a rendőrök. Jelenleg ő a legkeresettebb bűnöző egész Európában.
Rendőrség! 100 rendőr, köztük a terrorelhárítási központ műveleti egysége csapott le 2021 áprilisában Debrecenben arra a drogbandára, melynek tagjai egy high-tech ültetvényen termesztették a marihuánát. A társaság mintegy 300 millió forintnak megfelelő beruházással egy professzionálisan felszerelt számítástechnikával távvezérelt különleges kábítószertermesztő üzemet hozott létre Bács-Kiskunvár megyében, ahol hónapokon keresztül zajlott egyébként a termesztés. Kollégáim a rajtaütés során mintegy 165 kg kábítószert le is foglaltak. Az akcióban 6 dílert fogtak el, 5 bűnözőnek azonban sikerült elmenekülnie. Közülük 3-an a spanyol tengerpart egyik elegáns villanegyedében álnéven bujkáltak. A Nemzeti Nyomozó Iroda információi alapján a spanyol rendőrök tavaly nyáron fogták el őket. Operatív eszközökkel figyeltük a házat, mivel a villanegyedbe csak az ott lakók hajthatnak be, a kamerákkal megfigyelt területen pedig kutyás biztonsági őrök járőröznek. Július 19-én, amikor a körözött személyek el akarták hagyni a házat, mindhármukat elfogtuk, mondta akkor a helyi rendőrség kábítószer bűnözés elleni egységének vezetője. A negyedik, szökésben lévő bűnöző, aki ellen távollétében az ügyészség időközben vádat emelt, a napokban Debrecenben feladta magát. A bírósági eljárás során az egyik tárgyalási napon a távollévő terhelt a védőink keresztül jelentkezett az eljáró ügyésznél, hogy szeretné magát feladni. Az ügyésszel való egyeztetés alapján a vádlott a védőjével másnap délelőtt megjelent a nyomozó hatóságnál, ahol a férfit őrizetbe vették, majd még aznap az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását. A bűnszervezet tagjai közül már csak Bagaméri Tamás bujkál. A férfi jelenleg a legkeresettebb bűnöző Európában, neve az Europol Most Wanted listájának első helyén szerepel. Lavina temetett be egy alagutat az észak-olaszországi Aosta tartományban. A térséget rendkívüli hóviharok sújtják, néhol 3 méternyi hó hullott. A heves hóesés miatt hócsúszamlás alakult ki, ami eltorlaszolta egy autós alagút bejáratát a 44-es útvonalán. Két település teljesen elszigetelődött a külvilágtól. Piemonte tartományban több völgyben is narancssárga riasztás van érvényben lavina veszély miatt, a svájci határ közelében pedig több szálloda vendégeit is evakuálni kellett. A hatóságok szerint az időjárási viszonyok tovább romolhatnak a következő napokban. Elhunyt Vadász György, Kossuth és Ebel Miklós díjas építőművész munkáinak meghatározó csoportját adják a lakóházak, illetve a város léptékű beépítések, amelyek kapcsán nem kevés alkotás a posztmodern jegyében született. Fontos feladatának tartotta, hogy újra megteremtse az építészet és a képzőművészet egykori szerves együttélését. Vadász György 91 éves volt. A híradót látták este 7:30-tól, további híreinket megtalálják weboldalunkon. Sporthírek jönnek a folytatásban, B. Németh Péter már várja önöket.